mint méltatlan hídfő, mint vérrel vésett vásfő, s mint a belülről forna, ömlik a Vezúv forma. Múltá fordul a forma, foszlik az idő karma, mindenről, ami volt már, egykor hajnali oltár, régen tavasz is zsoltár, régen tavasz is zsoltár. Soha nem múló másnak, aki gyönyörűm voltál, aki gyönyörűm voltál. Szép jó estét kívánok! Sziasztok! Hát valahogy így kezdődött 1976-ban, 45 plusz egy évvel ezelőtt. Ugye 45 éves jubileumi koncertről beszélünk, egy picit ugye utána számol mindenki, akkor tudja, hogy egy év csúszásban vagyunk, de hát erről nem mi tehetünk, legkevésbé a zenekar tehet, aki már tavaly decemberben készen állt arra, hogy ezt a jubileumot megünnepelje, de hát voltak olyan dolgok, amik közbeszóltak. 1976-ban kezdődött a Líra története, és képzeljék el, abban az esztendőben jelent meg Korda György Boldog Idők című nagylemeze. De ezen kívül egy-két jelentéktelenebb zenekar is akkor kezdte a pályafutását. Természetesen most nem a Líráról beszélek, hanem mondjuk a U2-ról, a Cure-ról, vagy éppen a 100 fok Celsiusról. Sőt, az 1976-os dátum nekem kettő szempontból nagyon fontos. Többek között az akkor megépült 53-as főúton keresztül az erdei térről elindultam a Csipkeházi óvodába. Ez az egyik, a másik pedig megszületett az én kedves feleségem, aki most már 26 éve a társam. Úgyhogy ebből a szempontból is nekem az 1976-os esztendő nagyon-nagyon rólunk is beszélsz már? Természetesen, aki figyelmesen nézett végig a színpadon, az láthatta, hogy korántsem a teljes tagság állt föl. Szemlér Ferenc Gyönyörűn című dalával indult a koncert, amelyet ugye a zenekar alapítói adtak elő, kiegészülve Vladár Károlyal, de itt volt természetesen Vladár Éva, Csorvási Zoltán és Utyinszky János Jerry. De természetesen vannak a többiek, akik nagyon készülnek már arra, hogy felszólítsam őket a színpadra, úgyhogy nem is várakoztatom meg a kedves közönséget és őket sem. Elsőként a vonós szekciót szólítom a színpadra, Sípos Szabó Éva elsőként a vonós szekció tagja. A Líra zenekar vendége a mai estén nem mellesleg Kovács Sanyi barátunk unokája, Szűcs Lili. És ha már említettem a nagypapát, akkor következzen Kovács Sándor. A Csorvási Zoli valamit tudhatott, hiszen annak idején ugye a Bonnie M és például az Abba is úgy csinálta, hogy hölgyeket szólított meg, és hölgyeket tett be a vokálba. A Zoli ezt nagyon jól érezte, és következnek a Líra zenekar hölgy tagjai. Elsőként kérném szépen a színpadra Vajda Ilona Csöbit. Aztán következik Farkas Márti. Aztán Rímán Éci. Csorvási Zoltán társa, Mackó Milú édesanyja, Csorvási Kata. És természetesen Sutyinszky János Jerry, aki nagyon szerényen lement a színpadról, de neki most vissza kell jönni. Hölgyeim és uraim, nincs más dolgom, mint bejelentsem a színpadon a Líra, mindenkinek nagyon jó szórakozást a mai estére, Zolikám. Akkor most a tényleg ti jöttök. Köszi szépen. És egy korai dal, 76-ból a Darius fia. Thank you.
zenekar a nagy színpadon. Ebből az időből való, a következő dal is, Csanádi János mosolyogva. Köszönjük szépen! Nem tudom, észrevettétek, amit két helyen rontottam a kordot, erre vigyázzunk majd továbbiakban. De beléptél. Köszönöm szépen, hátul szóltak. De azért voltak itt érdekességek is 1976-ban, például Csorvási Katát feleségül vettem. De ezek magán így egy nagyon-nagyon És mit akartam még mondani? Tulajdonképpen semmit. Az, hogy következik ez a dal, amely Tamás Menyhért verse, mindig soha szóljon ez a vers a hűségről. Hogy mélyen, hűségemet, ijeszt mérgem, mindig mélyen, soha
szépen! Újabb tagokat várunk a színpadra. Egy kis többséget. Későknek. Szomorúságok is vannak a életünkben. Hatvani Zoltán elvesztése az pótolhatatlan. Hallgassuk még most az egyik versét, amelyben nem az ő, hanem Babits Mihály részlet. És ugye Sári Levente homok animációja. Nézzetek oda. Indul. Megmondom a titkát, édesem a dalnak. Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. És akkor egy újabb szomorú hír és szomorúság.
Nagy Zoli is. Nagy Zolit is elvesztettük, nem nagyon találok szavakat. Van úgy, hogy sírni kell, van úgy, hogy fáj, van úgy, hogy átölel, kezelni báj, van úgy, hogy kérni kell, van úgy, hogy adnak, van úgy, hogy álmaid, magadra hajlál. De kell egy dal, kell egy szó, szíved bódító, kell egy ének, kell egy tánc, kell a könyv, ha sírni vágysz, kell a könyv a fájdalomnak, kell a jó a holnapoknak, kell a dal, kell a tánc, kell a léleknek románc. Berobbant a mellettem lévő hölgy, akkor úgy hívták a Sebők Jutus Judit, most már kapott egy előnevet is, Jeszenszki Sebők Judit. Ez azért nem jó, mert hosszabban kell kiírni a plakáton, mindegy. És akkor gyorsan csináltunk neki egy 30 dalt. Buda Zsuzsanna, Habasi költőnővel se következik, Szeretnélek, Felednélek. Mother, I'm
szépen! Kardos Sándor Madarason él, de ugye havasi születésű, nem csak verseket írt akkoriban, hanem mostanában pedig bútorokat is felújít, régi paraszt bútorokat. Ő írt akkor a 80-as vagy 90-es, most már nevek és számokat nem mondok, úgyse jut eszembe semmi, de akkoriban volt, amikor mi már így együtt voltunk, ugye? Jó. Magányosan az úton, ez a dal címe. Thank you.
szépen! Három Petőfi vers következik. Elsőként akkor hallgassátok meg a Lennék én folyóvíz című dalt. Veszket a bokor, mert... Teli van a dudom, tám még kis szalon.
jobban nem szeret hát. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt, most él, ma hüvertél. Mindig a nagy szója a mikrofonban. Szeptember vége. Hogy mikor írtad, Judit, ezt a dalszöveget? Ezer éve. Ezer éve. Jó. Akkor megyünk. És egy összefoglaló.
Csormási Zoli mondta, hogy csinálj majd egy vidám szerelmes dalt, mert mindig ilyen költők is szerelmes dalokat írnak, de a legtöbb az ilyen totál herosztó, és hogy írjunk valami nagyon vidámat. Na hát a második verszaknál már el is rontottam a hangulatot, de szép zenét írt hozzá, ez kétségtelen, úgyhogy vegyük úgy, mintha ez egy vidám dal lenne. Jó, szerelmeim. Józsi bácsit, vagy ilyen nem látom. Az ő születésnapjára gondoltunk, amikor ezt a dalt bevettük a műsorba. Történt egy olvasótábor, Gunfehérdon Hubert Pista vezette, ahol igazgató, műfáz igazgató. 300 könyvet vittünk ki Gunfehérdről, azt hittük, hogy majd olvasni fognak nyáron a gyerekek, de nem így történt, mert közben ott volt még egy gokártos csoport is. Hát ez egy ilyen világ volt, de azért ott volt a Barát Józsi bácsi egy rajz szakkörrel, és akkor elénekeltem neki ez aztán a Vásárfia című általam megzenésített verset, és azt mondta, hogy ez egy szlovák dallam. Hoppá! Tehát, hogy akkor én ezt most honnan is vettem, mert én nem ismertem. Honnan vették a szlovákok? Én egyáltalán nem ismertem szlovák dallamot, akkor éppen van csak keveset, és akkor elénekelte a Józsi bácsi az eredeti szlovák dallamot nekem, és akkor ledöbbentem. Az a cím a számnak, hogy ez aztán a Vásárfia is, Zák Zoltán írta. Ez a tó, megveszem, ha eladó, meg a nádost, meg a hegyet, meg az esőt, meg a szelet, szélnek fel. Fecskét, igót, vadludakat, megveszem a napsugarat, és a göncő szekerét, rudjács a négy kerekét. Ez egy szeret,
a tavat a medrébe, göncölt vissza az égre, hegycsúcsát az ég aljára, tanádast a tópartjára, a levelek őszi szélbe, ahol voltak csak úgy szépek. És azután az egészet ajándékba adnám néktek. Király, te voltál felelős. Jáger Leventét. Itt vagyok. Jó, hát énekelsz nekünk. Néztem a műsorban, hogy a Zoli elküldte nekem a forgatókönyvet, és ilyen kulcsszavak voltak benne, ilyen kulcsszavak. A következő dal előtt a következő kulcsszavak voltak benne. Gabi, mikrofon, interjú. Az első az, hogy a Gabinak a kezébe kell adnom a mikrofont. Gá Gabi, a ma esti első vendégünk az énekesi poszton. Jó estét kívánok! A Csorvási Zoli 2006-ban nyilatkozott egy könyvben, a Halasi interjú kötetben nyilatkozott Pál Laci barátomnak, és azt mondta, hogy a líra az nem egy hackney zenekar, hanem itt mindenki szívből játszik. És a most következő vendég szerintem erre tökéletes bizonyíték, hiszen a Gabi itt volt Halason, elment a próbára, tegnap is itt volt a főpróbán, és becsületesen felkészült a két líra dalból. De hogy jött a felkérés egyáltalán? Hogy jött képbe az, hogy te itt ezen a születésnapi koncerten fellépsz? A közelmúltban volt egy csipkeházi líra koncert, és azon, mint néző részt vettem, Zoli kiszúrt magának így a közönség soraiba, hogy Gál Gabi, ott van! Te majd a következő koncertünkön énekelni fogsz, és így jött a felkérés. Az első sorban ülők vigyázzanak, mert a Zoli most is figyeli a közönséget, és nehogy az 50 éves Lira koncerten az első sorban kerüljön a következő vendégünk. Érdekes azért nyilván neked egészen más dalokat énekeltél, eddig egészen más műfajban utaztál. Viszont ahogy hallottam veled egy interjút, és örömmel mondtad, hogy nagyon szívesen vállaltad ezt a felkérést, ezt a kis műfaji kirándulást, és egy picit a magad arcára és a magad hangjára formáltad ezt a dalt úgy, hogy nem vesztette el azt a jelentőséget, ami egyébként is benne volt az eredeti dalban is. Igen, nagyon hálás vagyok Zolinak, mert szerintem jól megtaláltad ezt a két dalt, ami a személyiségemhez közel áll. Kicsit félre kell tenni az én műfajomnak a stílusjegyeit, egy picit ötvözni kell a kettőt, és remélem, hogy tetszeni fog önöknek. Hölgyeim és uraim, Gá Gabi és a Líra zenekar következik. Fogadják őket nagyon nagy szeretettel. És hogy még egy hölgyet bevonjunk ebbe a dalba, Zádori Klaudia írt a verset. Zádori családból van itt valaki, azt láttam, mikor bejött, és ez... Szia, Emőnél! Ez... Azért örvendezünk, mert mind a ketten a zeneiskolában kezdtünk el ugye énekelni, és Emőke néni az oszlopos tagja volt a zeneiskolának, és tanított is, engem legalábbis igen, nem tudom, hogy téged is? Nem emlékszem, a régen volt már. Nagyon-nagyon szerettem Emőke nénit, és mindig is szeretni fogom. Imádunk! Halkan hívó szóra, a kezem válaszol.
csak rólad dalol, csak rólad dalol. Köszönjük szépen Gábor nevében is. Következik egy újabb női szakasz az életemnek, Csorbási Kata verseny következik. Tudod-e, hogy mi vagy nekem? Nem ez a fontos, csak tudod, mi vagy nekem. Ezt észrevetted már, hogyha valamit akart mondani neked a Kata, valami igazán keményet, akkor leírta egy papírra, mert így face to face, meg se hallgattad. Így üzent, ugye? Így üzent. Igen. Jó van. Most egy vastaps, figyelj. Köszönjük. Zoli életében mennyi nő van, tényleg? Hölgyeim és uraim, színpadon a Líra zenekar. Jó szórakozást kívánok!
hogy legyen egy kép, és ne fújjon benne a szél. Csak egy ajtaja legyen, nehogy csalni lehessen bele, bárhogy is. Így reggel is este legyen, hogy újból ne lépfegügy, mikor felébred. Reggel és este legyen, hogy újból mellém feküdj, mikor felébred. Azért süssön a nap, meg folyjon egy folyó is bennem. Ne legyen határom, se szélem, és a sarkaiban fák meg madarak legyenek. Budapesti fiatal költő volt, 1980-ban Papmágy úrnak hívták, az ő versét hallottátok. Most következzék Kis Dénes Mormoló című dala. Semmi, csak tudolni, jönni, benni, zöld szemekben mosakodni, csillagokkal akarózni, már ütetni, madár látni, hegyen, völgyön, elbogászni, fűvel fával barátkozni, átkozókat sem átkozni. Törni, kést érezni, mérget szórni, és nézni, ki valódi. Igazságot igazolni, hazugságot hazudtolni, szót vérezni, csöndet válni,
igazságot, igazolni hazugságot, azoktól még szót vérezni, csendet válni, a halálért sorba állni. Igazságot, igazolni hazugságot, azoktól még szót vérezni, csendet válni, a halálért sorba állni. Bemutatom a dobosunkat, pont két hete van a zenekarban segítő, Kis Csabi! Majd most nem mondjuk el, hány zenekarban dobol, de a leghíresebb, amit legjobban szerettél, mondj egy nevet. Osiris. Remélem, sokan vannak, akik emlékeznek erre a zenekarra. Helyes. Tehát nagyon sokáig a Welcome. És most megint egy olyan zenész következik, ki ne ismerni a Rókát. Borsodi... László. Mindig csak a Róka. Na Róka, neked is van egy pár zenekarod, amivel játszol. Melyik a most a kedvence? Mindegyik. Jó válasz, lejöhet. Ki van még itt? Hát most Vladár, kár, hogy nem kell bemutatni. De egy tapsolni, igen. Vladár testvérek, 76-tól. Kovács Anyi is, már ott jött, mindjárt hazajött a főiskoláról, azonnal belépett a Lírába. Ott Szegeden a főiskolán egy jazz zenekarba játszott, a Lírában is megpróbáltuk kihasználni ezeket a lehetőséget. Kovács Sándor! Nyucus, nem szeret, hogy itt szólítjuk, vagy hogy szólítsunk? Tésasszony, az jó? Tésasszony, ez jó lesz. Hát ő 95-ben berobbant, mint már említettem, és onnantól kezdve nincs... És még egyszer mondom, hogy pont ugyanígy. Tehát én is szintén egy buliban vettem részt, és rám mutatott a srác, hogy na, ott van a következő énekes, tehát tényleg óvatosan ezzel. Ez pontosan ugyanígy volt nálam is. És akkor előkezdtünk egy ikonikus alakhoz, akit úgy hívnak, hogy Buda Ferenc. Kossuth Díjas megyénkben él. A Nerejtőzel című versét nagyon fiatalon írta. Ez egy igazi szép vallomás.
Forrás folyóirat a 80-as években, már akkor is, és még olvastuk is, még sokan olvasták, és elég nagy példányszámban, és annak az egyik szerkesztője voltam, Pintér Lajos, aki azt írta, hogy imádlan, imád. És most mi elő fogjuk adni, de még segítségünkre lesz. A Kiskun Néptánc Együttes is ebben a dalban, és Mányi László vezetésével a táncosai. Tehát akkor elkezdjük. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen, Laci. Egy másik rendezvényben. Nem maradnak. Van a Kata, a csordvási Kata. Fölhívzott valaki, hogy a testvére, hát igen, most már 46 éve. Yeah. De ezt nem mondjuk ki. A Veled című verse vagy dalszöveg következik most Veled. Össze ezt a verset. Bármit is csinált a Csorvási, megérte. Kiskó Valasé fiatal lány volt valamikor, mindannyian mi is. 90-es évek között. Azt hiszem, hogy láttam is a közönség soraiban. De én szerintem láttam. Árvai Mara itt vagy? Én szerintem láttam, találkoztam vele itt a közelben. Sajnos én már rég láttam. Árvai Mara verse következik. Mikor egyedül vagyok? Hát ugye egy fiatal lány mindig egyedül van. Viselni, ha
sejti, mire várok. Nem sejti, rá gondolok. Néha én, mikor egyedül vagyok. 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 Egy újabb zongorás dal következik, Becker Zita. Na, ez a név mond-e valakinek valamit. Kiskolnasi kislány, aki nagyon fiatalon bekerült a diák versírók közé, és Budapesten a országszerte ismerős lapokban jelentek meg a versei, és aztán később meg felfedeztük, hogy vannak egy ilyen versei. Nekem nincsen titkai. Úgy akartuk megcsinálni, de ilyen benne egy kis francia. Egy vendég fellépett. Kérek most a színpadra, Jeszenszky Sebők Zoltán! Azok, köszönöm. Most kevertem a neveket. Csak Jesző. Kormos István verse következik, az a címe, hogy Három napja. Szívemen hintázik a szerelem, hintázik a szerelem. Három napja szívemen hintán piros szoknya ül, piros szoknya elrepül, fehér pendely penderül. Repül!
krukka pál, jelze lába, olyaszál, nevem után ki javál. Három napja a szívemen, mintázik a szerelem, mintázik a szerelem. Három napja a szívemen. Tudná, hogy ő hány zenekarhoz játszik. Visszakapja a jegyét. Köszönjük, Jeszön. Van-e olyan, olyan pár, akik 2011-ben házasodtak? Kérek majd egy reflektort. 2011-ben házasodtak. Vagy 12-ben, vagy 10-ben. Ott jelenik aztán. Óha, álljátok fel! Ismerősek vagytok. Lehet, hogy ez sem véletlen, hogy miért ők azok. Tarottya és Attila boldog házasságban 11 éve. Amikor volt az esküvő, Lagzi, akkor erre a táncra, erre a dalra táncoltatok a jól műzőre. Ugye? Ti voltak, voltatok, igen. Quintér Zoltán itt ül körünkben. Szia Zoli. Szia Zoli. Köszönöm Zoli, 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 egy kis fényt. Nagyon sok dalt írt, verset írt a lírának, és ezt is olyan nagy, ez a címe. Yeah.
köszönjük Zoli a verset is. Köszönöm szépen. Eredeti hangfekvésbe énekelt. Mert most egy viccen képlek, szerintetek 45 év, meg ilyesmi, én is már 26 éve vagyok a zenekarban. Nincs melyen óvodás hangom, de hát mindegy. És Csorlási Kata azt hittem nekem, hogy hiába vagyok szép. Nem ez a címe, hiába vagy szép. Jaj. Már megint valami fecni volt. Köszönjük, Kata. Feltörgette a műsort. Ennyi, mert megpróbáltatás után következik egy nagyon nyugodt dal. Áprilé Lajos elvisz minket a téli tájban. Madarak, ez a címe. Titkos erdőn vagy csapáson, babonás üsvén.
Torontáli Nelly is halashoz kötődik, és az ő verse következik most, az a címe, hogy Csak emlék. Minden erről ez a koncert az egész erről szól, hogy csak emlék, mindig csak az emlékek, ugye? Hey!
Sebék Judit újabb múlhatatlan versek. Összesen van kettő egyébként. Soha el nem múló szeretettel. Csormási Zoli már nem merte többre azt mondani, hogy na hát ezt jövőt biztosan. Tánc és szalag, és arra van írva, hogy Sepsi Szent Györgyön íródott annak az emléke. Már te se tudod az évszámokat? Jó. Lában csizma, inge hófehér, fején kalap, alapon szalag, színe szalagok, szeretni akarok, színe szalagok, veletni akarok, szalag lennék, átöleném, színeim merem üvölném, táncol, táncol, a szalag is vele táncol, karja erő, szívem gyenge, szép színeim vesztve hullok a földre, fekete szalag, táncol, táncol, a szalag is vele táncol, karja erő, Pintér Zoltán megint, álmaimban nagyon aranyos dal. Ez egy cuki dal, igen. Köszi Zoli, egy szintén cuki dal. Na most jön egy furja megint. Hát a bőgő el. Ír furja, de ez most nem az... Nem kínai. Ez most kínai. Kínai, nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, hogy kínai. Nagyon fázol, lennék szín és vad folyó,
lenni álomringató. Vikacaj, vízes és benzolt boraj, lennék villám nyári zápor, lennék tűz, ha nagyon fázol, lennék szén is vadfolyó, lennék álomringató. Szépen Zolinak a verse. Köszi Zoli! Már látok, hogy nagy csapatok gyülekeznek, bevonulás lesz. Következzék egy dal, amely a 70-es években született, ugye 76 körül. Egy Csanadi János vers már megint. Sziasztok! Semmi nem változott. A mondani valója az a cím, hogy békedal. Úgyhogy békét mindenkinek. Valahol a békés tenger ül,
Köszönjük szépen! És látszik, hogy eltelt 46 év, mert én is szemüveges lettem közben. Köszönjük! Egy meghajlás. És ugye milyen furcsa, hogy mindig az idő dönti el, hogy egy dal mikor aktuális. És ugye most olyan időket élünk, hogy ez a békedal, ez nagyon aktuális lett. Köszönjük szépen! Szerencsére mindig ilyen jubileumi koncertek kapcsán vannak olyan lelkes támogatók, olyan lelkes segítők, akik segítettek. Természetesen a közönség a legnagyobb támogató, úgyhogy köszönjük szépen nekik is, hogy eljöttek. De ezen kívül voltak olyan vállalkozások, támogatások és támogatók, akik segítettek abban, hogy itt ez a mai produkció színpadra állhasson. Dr. Kövér László az országgyűlés elnöke, Kiskunhalasváros önkormányzata, Birtokközség önkormányzata, a Rézbozsár étterem, a Krausz és Társai Kft., a Nyitott Égbolt Vastelep Kft., a VVI Holding Kft., a Magyar Bófutár Kft., a Signal Magyarország Kft., a Pitypong Tehetség és Közösségfejlesztési Egyesület, a Váport, a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. És a Kiskunhalasi Turisztikai Iroda. Köszönjük szépen nekik! Nagyon szépen megköszönjük a Muskáfi cukrászdának majd a születésnapi tortát, amit majd ezután fogtok látni. Köszönjük szépen a Giorgio Dekornak. Nagyon szépen köszönjük Fribert Rebekának a dizájnát ennek a mostani 45 plusz 1 éves koncertnek. Nagyon szépen köszönjük Nána Járdinak ott hátul, a keverőpultnál, aki lelkesen hangosította ezt a produkciót. És köszönjük szépen Vezendi Veza Gábor kollégámnak, aki rögzítette ezt a koncertet, úgyhogy jövőben látni fogjátok majd. Sőt, még Bristolba is nézték ezt a koncertet, úgyhogy köszönjük szépen, nem Bistróba, Bristolba, bocsánat. Nem mindegy. És született egy dal. Igen, ugye? És megint a Csorvási Kata követte el. Nekem az jutott eszembe, amikor azt írta a Csorvási Kata, hogy mikor kialszanak a fények, hogy ez mennyire aktuális most. Tehát nem így akarta, de aktuális lett. De ugye ezek a jó dalok, ezek olyanok, hogy aktuálisak mindig. A Líra zenekar következik, és a finálé egy meglepetés dal, amely nem régiben született. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És köszönjük Jáger Levente műsor vezetését, már talán nem is tudom, tizedszer. Igen, köszönöm. Tarts ki Levi, én még kitartok, találkozom 2026-ban az 50 évesen. Oké, ma meg is beszéltük, hogy hogy lesz, ugye? Oké. Köszönöm, sziasztok. Lira! Kezdődött el minden, a képzenében már nem hittem. Vettem egy jó kis tokitár, a zene minden hajtott gitár. A Líra lett az együttes neve, s egyre nőtt a versek szerepe. A Líra jön, szóltak már a dalok, közben jöttek, mentek a tagok. Ünnepeljetek hát velünk ma, ezért az ünneplős ruha. 45 év mi életünk, nektek szólt a minden énekünk. Mindegyik kedves barátom lett, volt aki nálód át is vett. Zeneiskolába is jár, mindenki mint szúcsos kis diák. Még az Olga néni is oktatott, de háromasnál jobbat nem adott. Hogyha látna oda fel minket, megbocsátana minden. Ünnepeljetek hát velünk, ezért az ünneplős ruha.
45 év, ez a mi énekünk. Megtegsz holnap minden énekünk. Országos hírnevű legzenénk, kitüntetett városunk Spenyén. Játszottunk kicsiknek és nagyoknak, szomorú és vidám dalokat. A próbákon sokat vigadtunk, és sok jó vörös bort megittunk. Most meg itt állunk előttetek, köszönjük, hogy eljöttetek. Ezért az ünnep hős ruha. 45 év, ez a mi életünk. Nektek szól ma minden énekünk. Ünnepeljük, hát velünk van. Ezért az ünnep hős ruha. 45 év, ez a mi életünk. Ezért az ünnepős ruha, megvan az ér, ez a mi életünk. Nektek szól ma minden énekünk. Ünnepeljük, hát velünk van, ezért az ünnepős ruha. Nektek szól ma minden énekünk. Nektek szól ma minden énekünk. Nektek szól ma minden énekünk. Köszönjük! Vladár Károly! Csipos Szabó Éva, Szűcs Lili, Kovács Sándor, Jeszenszki Sebők Judit, Borsodi Róka László, a legnagyobb a Kis Csaba, Jeszenszki Esző Zoltán, Csorvási Tata Rémánéci, Vladár Éva, Gál Gabi, Farkas Márti, és Csöpi, és Vajda Ilona, és mindenkinek az apukája, mindannyiunk apukája, nagypapa, zenekar alapító, após, Csorvási Zoltán! És boldog fél! Köszönjük szépen! Ez volt a Líra 45 plusz 1. Találkozunk 2026-ban, amikor 50 éves lesz a Líra zenekar.